Egy repülőgép gyárat látunk itt magunk mögött, amelyik 450 millió forint Európai Uniós támogatást kapott, de amikor tájékozódunk, akkor azt kell mondani, hogy ez itt azért nem az a fekete-fehér történet, amit nagyon sokszor látunk. 2010-ben jelentette be Somogyvár akkori fideszes polgármestere, Móring József Attila, hogy összesen 1 milliárd forintért műanyag repülőgép alkatrészeket gyártó üzem épül a településen. A beruházáshoz a külföldön bejegyzett Pelzo Management Kft. 446 millió forint uniós támogatást nyert el. A cég úgy tervezte, hogy a gyár 2 éven belül megnyit, és idővel 300 főnek ad majd munkát. Ez azonban nem sikerült. A létesítmény ugye majdnem teljesen elkészült, de a gyártás nem indult el. Irodában vagyunk, ami gyakorlatilag 98%-ban készen van már. Pillanatokon belül, egy napon belül beköltözhető állapotra lehet hozni. Itt különböző cégek lettek volna bérlőként, vagy folyamatos felhasználóként. A kívül terület körülbelül 800 négyzetméter. Itt tiszta kamrás körülmények között folyt volna a repülőgép alkatrészeknek az összeszerelése, illetve esetlegesen műhold alkatrészeknek az összeszerelése. Csarnokban három ugyanilyen hajó van. Ebbe a körülbelül 1000 négyzetméteres csarnokba lett volna a repülőgépeknek a félkész állapotba történő összeszerelése, és ebbe a félkész állapotba történt volna az export az Egyesült Államokba, vagy a világ más területére, ahova az ügyfél megkívánta a szállítást. Hogy mindebből végül miért nem lett semmi, azt mindenki másképp látja. Az biztos, hogy már az építkezés elején problémák merültek fel. Hát igen, alapvetően az volt a probléma, hogy ezt a pályázatot mi 2009-ben megnyertük, 2010 nyarán meg is kaptuk a jogerős építési engedélyünket, ami 2010 júniusában jogerőre emelkedett. 2011-ben kiderült, hogy hát az engedélyünk az tévesen lett kiadva, mert a helyi építési szabályzatban 2500 négyzetméteres korlát volt, és mi az egyik épületünk az 3200 négyzetméteres volt. A cég ezért megkérte a somogyvári önkormányzatot, hogy módosítsanak a helyi építési szabályzaton, amit a polgármester meg is ígért. Ennek ellenére az ügy 5 évig húzódott. A cégvezető szerint mindez azért érdekes, mert közben egy másik, hasonló ipari létesítmény érdekében 8 nap alatt megtették ugyanezt. Mindez végül azt eredményezte, hogy a beruházó kifutott az eredeti határidőből. Bár kértek hosszabbítást, a közreműködő állami szervet közben megszüntették, ami újabb problémákat okozott. A lényeg az, hogy benn volt a határidő hosszabbítási kérelmünk, és nem kaptunk rá választ több mint 15 hónapig. Akkor küldték ki a hosszabbítási engedélyünket, amikor már lejárt az egész programra rendelkezésre álló határidő. Ezt azért kifogásoltuk meg, mert a mi támogatási szerződésünkben explicite benne van az általános szerződési feltételek 6.3-as pontjában, hogy az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet az ilyen támogatási kérelmeket 30 napon belül dönti el. Hát a 15 hónap és a 30 nap, azaz egy hónap között pont 15-szörös különbség van. Ebből kialakult egy vitás helyzet, aminek per pillanat jogi eljárása folyamatban van. Miközben a cég a bíróságokat járja az igazáért, az állami szervek lefolytatták a szabálytalansági eljárást, és közölték, hogy visszakövetelik a korábban kifizetett támogatást. Nem látnak ugyanis esélyt arra, hogy a beruházás valaha is elkészül. Pedig anyagi fedezet lenne rá, állítja a cégvezető. Pénz rendelkezésre állhatna. Természetesen ez csak akkor áll rendelkezésre ez a pénz, hogyha jogilag megfelelő megállapodásra tudunk a magyar állammal jutni. Mi nem gondoljuk, hogy ez korrekt eljárás, hogy az engedélyeinket visszatartják. Azt sem gondoljuk, hogy egy korrekt eljárás, hogy az irányítóhatóság és a közreműködő szervezet nem a szerződésnek megfelelően jár el, majd miután többszörösen szerződést sértenek, az ennek az ódiumát rajtunk kérik számon. Az ügyvezető szerint azonban nem ez az egyetlen projektjük, amit az állam megakasztott. Ráadásul a panaszaikat ugyanaz a hatóság, sőt konkrétan ugyanaz a személy bírált el, mint aki ellen panaszsal éltek. Dósa János szerint valakik nem akarják, hogy ők ebben az országban valamit elérjenek, többek között a repülőgépgyártásban, veszélyeztetve ezzel a politikai háttérrel rendelkező, azonos profilú cégek működését. Azt tudom mondani, az én benyomásaim szerint ezt a pénzt nem ellopták, de ettől még ez egy lehet egy nagyon sötét, nagyon is sötét történet, és utána kell ennek járni.
lehetnek nagyon fontos tanulságai, akár abból az irányból is, hogy hogyan nyúlnak le bizniszeket, vagy hogyan akarnak lenyúlni teljes gazdasági területeket fideszes részről. Ezt most még nem tudjuk, az biztos, hogy itt sincs repülőgépgyár, annak ellenére, hogy 450 millió forintot kifizettek európai uniós pénzből.